Szeretettel köszöntünk mindenkit, iskolánk évadója, Kossuth Lajos tiszteletére rendezett ünnepi hét záró rendezvényét. Köszöntünk körülbelül Gömze Sándor városunk polgármesterét, Mező József jegyzőurat, a társintézmények és egyházak képviselőit. Köszöntöm a megjelenő szülőket, ismerősöket, barátokat. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm a mai nap főszereplőit. A versmondó versenyre jelentkezett tanulókat és felkészítő tanárokat. Ünnepi műsorunkban először Vas Albert Üzenet haza című verse hangzik el, Wingminder Tamás Barnabás 7. A-osztályos tanuló tolmácsolásában. Ezt követően iskolák énektará előadásában hallhatjuk az Úr sorsot rendel című dalt. Vas Albert üzenet haza. Üzenem az otthoni jegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen való, örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremben, ha sászka is vágja levetését, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött örködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egy kora családnak. Az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csatog is a baltások hala, mert erősebb a baltánál a fa, s vérző csomból véradó tavaszon, újra erdő sarja győzedelmesen, s még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már. S a sújtó kéz is szenti óvátétellel hasznosan nem kell vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedéke körváltásán jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőműves kelemen, ki nem habarcsal és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de búzakenyérrel és szentelt vízzel épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újjáépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem volt barátaimnak, kik megtagadják ma nevemet, ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is barátjuk leszek. Nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk, és leszünk egy cél és egy akarat. Valahol fönn a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok. A víz szalad, és csak a kő marad, de a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és aláhalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércsöppet tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönn a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok. S a víz szalad, és csak a kő marad. De a kő marad. Maradnak igazak és jók, tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg ki, mit cselekszik. Likasztják már fönn az égben a rostát, és a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, s miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. És ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Yeah.
szendéke jöjje című szimfónia részletét előadja Fekete Miklós művész tanár. Néhány éve mi való hétre kereszteltük el.
Mielőtt ismertetném ennek a hétnek az elmúlt napjaiban lezajlott programokat, és elmondanám a mai nap forgatókönyvét, hagyd mondjak néhány gondolatot ilyenkor szokásomhoz híven, névadunkról, Kossuth Lajosról. Az elmúlt években életének egy-egy epizódjait igyekeztem föleleveníteni. Ebben az évben itt életének az utolsó szakaszáról hagyd mondjak néhány gondolatot. Nagyon sokan tudjuk, mert tanultuk, és jó néhány gyermek ezután fogja még tanulni, hogy Kossuth utolsó évtizedei hogyan zajlottak, emigrációban élt. Több országban is volt, 1965-től Torinóban, Olaszországban, közel 30 évet kisebb-nagyobb megszakításokkal. Bárhogy próbálták hazahívni, hazacsalni, semmilyen rendezvényre nem jött haza Magyarországra, de remeteként élt, ugyan a kapcsolatot viszont folyamatosan tartotta az itthoni magyarokkal. Jártak hozzá sokszor, megkeresték, beszélgettek, leveleztek, anyagokat írt és juttatott el Magyarországra. Kettőt szeretnék itt megemlíteni. Itt már az élete utolsó éveiben, 89-ben és 1889-ben és 1890-ben, ahol egy október 6-ai ünnepségre nem jött haza sokadik hívása sem, de az akkor megjelent technikai segítséget kihasználva itteni magyarok fölvették azt a beszédet, amit a ünnepségen lejátszott. A gramofon korongokra, két korongra vették föl, nagyon különleges, meg lehet hallgatni, interneten is fönt van, bár elég nagy az alapzaja, de a mondani valója önmagáért beszél. Viszont ezelőtt, a felvétel előtt, 1889-ben a párizsi világkiállításra elindult egy népes számú magyar küldöttség, zömmel politikusok, 845-en voltak és megkeresték emigrációs otthonában Kossuth Lajos. Az az írásos emlék, ami maradt erről az időszakról, az ő utolsó nyilvános beszéde volt, amit tulajdonképpen megírt előre, a látogatáskor pedig felolvasott. Ez a könyv, amit a kezemben tartok, ez Kossuth Lajos fia írta, egy antik könyvről van szó, és természetesen az utolsó oldalon ennek a beszédnek a papírra vetett változata olvasható. Néhány sort szeretnék az utolsó néhány sort belőle fölolvasni. Bevégzem beszédemet. Önök bennem a hivatalos Magyarország számüzőtjében nem azt a jóra, tehetetlenné zűlött öregembert üdvözlik, aki hálával és tisztelettel hagy fejet önök előtt, hanem üdvözlik annak a múltnak egyik munkását, amelynek emlékei és hagyományai belevilágítanak minden becsületes magyar ember szívének rejtekében, és aspirációkat hoznak dobogásba, melyek kiírhatatlanok. Hát azzal az intéssel, melyet a párizsi kiállítás csodás sikere hoz ajkaimra, mindnyájunkkal a közös érzelem nevével hívom fel önöket, hölgyeim és uraim, hogy nem a puszta vágyódás sopánkodásával, hanem a jobb magaslatára emelt akarat hazafiasságával ürítsenek velem poharat, a minden magyar szívében dobogó aspiráció megvalósítására, reményére. Jobb jövendőt a sokat szenvedett hazára. Éljen a magyar haza! Ezzel fejezte be Kossuth gondolatait. Azt gondolom, hogy igyekszünk évről évre méltó módon megfelelni az ő gondolatainak, és annak a lehetőségnek, hogy Kossuth nevét vette fel az iskolán. Mi történt ezen a héten? Hétfőtől indult a névadó hete programunk, ahol is szavaló verseny és rajzverseny volt. A szavaló verseny ezt megelőző, a mait megelőző segített kiválasztani a kosutos versenyzőket a mai napra, a rajzverseny pedig
ennek a ünnepkörnek a eszmeiségében zajlott. Történelmi akadályverseny is zajlott, amelyet mind a 8 év folyamon minden osztálya állomásról állomásra végigjárt, és értelemszerűen ennek is a központja március 15-e volt. Feldíszítettük az iskolát kívülbelül, szinte minden tantermünk trikolorban pompázik, készítettünk díszeket, melyet a város rendezvényein és a művelődési ház melletti szoborban helyeztünk el, illetve nagy izgalommal készülünk a városi esti rendezvényre, ahol fellépnek iskolánk diákjai, illetve az előbb hallott kórus. A mai verseny forgatókönyve 8 évfolyamra szétbontva 8 tanteremben zajlik. Szeretném a háromtagú zsűri elnökeinek a nevét felolvasni, és megkérem őket, hogy fáradjanak idegi hozzám, mert ők fogják a versenyző évfolyamokat a osztályokba kísérni. Első évfolyam a 2-es tanteremben lesz, István Zsoltné tanítónénit kérem szépen, Windinder Tünde és Sepsiné Göndő Aliz lesz a zsűri tagja. Második évfolyam, 1004 Gondra Edith tanítónénit kérem, Beleckiné Berke Krisztina, Dr. Tamásné Bánfi Katalin lesznek a zsűri társai. A harmadik évfolyamon zsűri elnök Nagyné Dr. Fics Gabriella, Zavonyik Szilvia és Kovács Marianna kolléginák lesznek a zsűri társai. Negyedik évfolyamon Fóriánné Rimaszombati Anikó zsűri elnökről, Hógyor Istvánné Pente Balog Erika lesznek a tagjai a zsűrinek. Ötödik évfolyam. Pockori Katalin tanárnő a zsűri elnök, Pórik Erika és Fegyveresné Dangó Kornélia lesznek a társai. Hatodik évfolyam Vín Muskovszki Mária elnökről, Dr. Seyfert Bélaró Zsuzsanna és István Bettina tanárnő lesznek a zsűri tagjai. Hetedik évfolyam Lakatosné Orosz Ildikó tanárnő elnökről, Pete Lászlóné és Horváth Éva kolléginák lesznek a zsűri társai. Nyolcadik évfolyamon Perjésiné Kis Rita tanárnő elnökről, Jeneiné Gál Mária és Bugya Ferenc tanárnő lesznek a zsűri társai. Én kívánok minden versenyzőnek nagyon sikeres szereplést, a felkészítő pedagógusainak és hozzátartozóknak egészséges izgalmakat, és a zsűrinek pedig, ha nem haragszanak meg, nagyon nehéz döntést a mai napra. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadták meghívásunkat, és a verseny után pedig a hosszú évvégére mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok. Köszönöm szépen! Kedves gyerekek, kedves vendégeink! Mindenkit megkérem, hogy a zsűrián vezetésével vonuljon át a kijelölt helyszínekre. Jó versenyzés és eredményes vélelőt kívánok a